Egy Fradi gól a 17-ből. Nem képzavar, a kéksapkás zöldfehérek a Honvéd 17-7-es bajnoki kiütésével hangoltak az Eurókupa döntőjének visszavágójára. Az volt a fontos ezen a mérkőzésen, hogy újra tudtunk együtt játszani egy mérkőzés. Bár talán még ez sem teljesen igaz, hiszen három kulcsembere ugye kiindult a kispadon. Egyrészt a sérülések miatt, egyrészt a fáradtságok miatt. Az elmúlt 10 napban azért a válogatottak lejátszottak 5 mérkőzést, kétszer utaztak. Én úgy ítéltem meg, hogy most azért inkább pihentetek egy-két játékos, mint hogy még én is beterheljem. Szerdán komolyabb feladat áll a Fradi előtt. Hazai pályán 9-8-ra győzött Varga Zsolt együttese a Banco Busto ellen. Olaszországban ezt az előnyt kell megvédenie a gárdának. Az agresszivitás, amit talán itt itthon is egy picit sokat beszéltünk róla, megnéztük, videóztunk róla, de ameddig az ember nem érzi a bőrén, addig nehéz erre úgy felkészülni, mint ahogy már egyszer érezték a bőrükön. Én azt gondolom, hogy erre jól fel tudunk készülni, és bizonyos fejben higgadtan tudunk maradni, hatalmas tűzzel a szívben, akkor rendben lehet ez a mérkőzés. Igyekszünk minél kevesebb gólt kapni, igazából ez az elsődleges, tehát mindig ugye a védekezés az első, és abból a támadás majd alakulni fog. Tehát ha 0 gólt kapunk, 1 gólt valahogy találni fogunk. Ebben a pillanatban ez egy gól volt a különbség. Én úgy érzem, hogy ha egy pár gólt, tehát ugye két irányú a dolog, hogyha nem annyira megy a támadás, akkor kevesebb gólt kell kapni hátul. Hátul mindenféleképpen azt gondolom, hogy volt 2 vagy 3 olyan gól, ami normális esetben a mi játékunkban nem lenne szabad, hogy benne legyen. Ezt el is mondtam, meg is beszéltük. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ráadásul tök jó, mégis egy jó mérkőzés volt úgy összességében. Talán elő lehetett volna benne még egy-két gól, de én elsősorban előtt is elmondtam, az elsődleges, legfontosabb cél az, hogy itthon nyerjünk. Többit meglátjuk én. Nem érzem azt a csapaton, hogy ez nyomás lenne. Nyilván egy döntőnek megvan az a hangulat és az a drukja, amit minden játékos átérez. Azért sok olyan játékos játszik ebben a csapatban, aki már olimpiai döntőt, vagy akármilyen világeseményen válogatott a döntőt játszott. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez új érzés lenne nekik, meg nekünk is. Úgyhogy nincs külön druk rajtunk. Ezt az egészséges magabiztosságot jó játékkal támaszthatja alá a Fradi. A mindent eldöntő visszavágót szerdán élőben tekinthetik meg, ha addig is Sport 2-re kapcsolnak.